Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében elmondta, a kormány a tavalyi évekhez képest magasabb összegű állami támogatást nyújt a társadalmi szervezetek számára, ezzel elősegítve a működésüket. Az egyesületi eszme az emberek között a legnagyobb és egyben legszelidebb erő és hatalom. Széchenyi István mondta ezt a gondolatot, amely úgy gondolom, hogy nem csak a 19. században volt érvényes, hanem még inkább a 20. és még inkább a 21. században. Az elmúlt években, az utóbbi időben egyre inkább hangsúlyosabbá és fontosabbá teszi a civil szervezetek működését a mai világ, hiszen látjuk azt, hogy a civil szervezetek, a társadalmi szervezetek mennyi téren veszik át azokat a feladatokat, amelyeket az állam vagy nem képes ellátni, vagy nem megfelelően képes ellátni, vagy pedig különböző okok miatt szeretné ezt a civil szférára áttenni. Úgy gondolom, hogy ezek a területek is bizonyítják azt, hogy ha mi magyarok összefogunk, akkor bármire képesek vagyunk. Így van ez a sport területén, így van ez az oktatás területén, a kultúra területén, a civil szférában, az egyházak területén. Ha az összefogás nincs meg közöttünk, akkor bármiről is beszélhetünk, eredményeket nem tudunk elérni. Ezért is fontos az, hogy a civil szférában is az előző években egyre inkább megvalósul az összefogás. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon több mint 53 ezer klasszikus civil szervezet, alapítvány, egyesület, különböző körök működnek, és amely körök közül, illetve egyesületek közül nagyon sokan a tevékenységüket úgy koordinálják, hogy akár városi szinten, akár megyei szinten, akár pedig országos szinten olyan egyesületeket hoznak létre, amely egyesületek egymás munkáját támogatja. A civil napot 1997 óta február 1-én tartják. Ehhez kapcsolódóan Dombóváron gálaműsort tartottak a művelődési házban. Idén negyedik alkalommal szervezték meg az eseményt. A városban számos szervezet működik, akik több évtizede erősítik a közösséget. Ezért 2024-es évben is megszerveztük a civil gálát Dombováron, melyet ugye évindítónak az Ózon Asztma Egyesület rendezvénye után tartunk meg. Ezen a gálán adjuk át a városi civil díjakat. Idén sem volt könnyű dolga a civil tanácsnak, hiszen több jelölés érkezett be. 2024-ben a szabályzat szerint is egy civil szervezet kapja az év civil szervezet díját, valamint két civil életben nagyon régóta aktívan tevékenykedő személy fog díjazásban részesülni. Ugye próbáljuk helyi résztvevőkkel, illetve fellépőkkel megtölteni az elmúlt évekhez hasonlóan a gálát, idén sincs ez másként, a Dombovári Fúvós zenekar fogja szolgáltatni a rendezvény gerincét alkotó programot. Civil díjazásban részesült Szívek Réva Judit, valamint Őri Nándor, akik sok éve tevékenyen vesznek részt a lakosok mindennapjaiban. Végső sorban két-három vízió is említhető. A első, mert talán a sírkert, ami hosszú idő után megoldásra vártak, azok a helyhanyagolt sírok, sír emlékek, amik ott fűbetérdegelő gazdba feküdtek, és magával a barátokkal, Takács Istvánnal, helytörténésszel összefogtunk, és egy gyönyörű szép sírkertet alakítottunk ki, Dombóvár déli része. Szívek Éva Judit, a Fekete István Kulturális Egyesület titkára elmondta, az alapítás óta közel 30 éve van a szervezetnél, valamint számos helyi civil csoport aktív tagja.
több egyesületnek is tagja vagyok, az Ózon Klubnak, a Szív Klubnak, Városépítő Egyesületnek. Tehát én mindig igyekeztem, mert pedagógus munkakörökben dolgoztam mindig, hogy a munkámon kívül mindig valami pluszt is adjak. Tehát sok minden érdekel, és sok színűségre törekedtem. És amiket végeztem, magyar ének-zene szakos tanár vagyok, zongorából kaptam működési engedélyt, meg most nemrég végeztem a teológiai mesterképzést, hogy amit tanultam, azt tudjam visszaadni, hiszen Tolnamegyei ösztöndíjasként kezdtem kollégiumba, és több helyen is tanítottam. Két évtizedig voltam a helyi Iés Gyula gimnázium könyvtáros tanára, vöröskeresztes tanárelnök is voltam a gimnáziumban, háromszor lettünk kiváló alapszervezet. Erre azért vagyok nagyon büszke, mert se előtte, se utána ezt a díjat így nem kapta meg senki, és annak még jobban örök, hogy mindkét vöröskeresztes titkárom orvos lett, az egyik Svédországban, másik meg Somogy vármegyében. Ott is tulajdonképpen azért kaptuk meg ezeket a díjakat háromszor, mert végül is a vöröskeresztes munka mindegyik területén valamit tettünk. Aztán, mint könyvtáros, könyvtárhasználati vetélkedőt szerveztem városi könyvtár segítségével, mindenféle könyvtáros vándorgyűlésen részt vettem, könyvtáros akadémián, tehát mindig igyekeztem kicsit kitágítani a tudásomat, és azt visszaforgatni a munkámba. Az idei évben az év civil szervezet díját az Életve Nagy Családos Egyesület kapta meg kiemelkedő munkájukért. A szervezet a megalakulás óta összefog a családokért, támogatást, segítséget nyújt számukra. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt a díjat megkaphattuk és jelöltek minket. Tehát mint fiatal egyesület, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen, de tényleg nagyon büszkék vagyunk, és úgy gondolom, hogy a várossal összhangban tudunk dolgozni. Reméljük, ez így is marad. Tombóvár életében az önkormányzat a civil egyesületekkel karöltve számos rendezvényt valósítottak meg, amelyek fontosak a városban élőknek. A gála ünnepség lezárásaként az állófogadáson köszönték meg a díjazottak értékteremtő tevékenységét.